Sziasztok! Amit itt előttem van, egy Neuer, Neuer, vagy Neuer, nem tudom én se hogyan ejtik, Neuer gyártmányú akciókamera tartozik komplett, amit az AliExpress-ről rendeltem, német raktárból, 6 nap alatt volt Magyarországon. Ez úgy történt, hogy december 24-én rendeltem, január 3-án már a kezemben volt. Az ára meglepő 20-21 euró környékén mozog per pillanat is, és ami érdekes, hogy tehát jó nagy dobozról beszélünk itt, nagyjából egy olyan A4-es nagyságú, ha nem nagyobb, nem, picit kisebb inkább, mint egy A4-es nagyságú dobozról veszünk, és 58 tartozékot tartalmaz ez, 20-21 euróért szerintem ez bőven megéri. Maga a doboz az, hát nem mondom azt, hogy nagyon kemény, de azért na, aránylag ütés áll, és majd meglássátok, hogy belülről ilyen szivacsal bélelt, és sok tartozéktól egy kicsikét így ki is van pufisodva, tehát mindjárt nyitom, csak még annyit, hogy hát van neki még ilyen hordozó része, füle is, tehát így nyugodtan bírom úgy hordozgatni, hozzávágom valamihez, hát akkor inkább besérül mind a kamera, ami benne van. Na, de mi is van benne, mert úgyis mindenkit az érdekel. Két cipzárral nyílik, ki is nyitom, és már nyitom is. Tehát látjátok, rengeteg minden van benne. Itt már rögtön van egy fül, lesz zsebecske, ez gumis, tehát itt már mindjárt látszódik is, hogy mi van benne. Na, tehát így egyenként fogom kiszedegetni, hogy lássátok, hogy micsoda. Rögtön kezdem ezzel a sárgával. Ez a sárga, ez az akciókamerát, hogyha beviszem vízbe, akkor így tudom fogni, itt van egy perc a kamera. Ráadásul van még egy kis karabiner itt a kezemre, hogy fogja, és akkor, tehát ez fenntartsa a víz felszínén a kamerát, ha véletlenül kiesne a kezünkből, ha ilyen bénák vagyunk. Most egy főjére teszem, mi van itt még? Van itt egy tripod, amit ugyebár le tudunk tenni, és ide rá csavarozzuk a kamerát. Tehát, hogyha állandóan egy helyben kell tartani a kameránkat, nagyon jó. Következő, ez a testre szerkeszthető csat, tehát az egész testünket átfogja. Ha jó, veszem észre, igen, egy kicsit gumis is. És akkor ide tudom a kamerát csatolni, tehát a hasamon van a kamera, tehát arra való. Mi van itt még? Egy selfie botszerű állvány, rajt az alján is van ilyen csavarható rész, tehát itt az alján is, és ezt is a kezembe tudom rakni. Na most kihúzható, mit ír rajta, nem ír rajta, hogy hány centi, de 70 centi környékén lehet kihúzni, mozgatható, rögzíthető, sőt itt a kezemet ebben még belbírom tenni, bár elég nagy kezem van, kicsikét nagyon körre erősködnem, hogy egyáltalán rámenjen a kezemre, és akkor így tudom. És akkor ez se esik ki a kezemről, ha túl béna lennék. Na most ezt meg le kell erőszakolnom a kezemről, hogy ez lejöjjön. Ezt is félreteszem most egyelőre, nincs rá szükség. Jó, következő, ami itt benne van. Ha jól tudom, ez arra való, hogy amikor fejünkre rögzítsük a kamerát, akkor ez ilyen biztonsági karabiner még rá, hogy véletlenül se essen le a kamera. Két kis dobozban, zacsiban vannak ilyen levegőben található vízszemcsék, na, mindent mondják ezeket, na mindegy, nedvességet szedő össze a levegőből, igen, tehát ezt a kamerának a belső tokjába valahova be lehet illeszteni, és akkor a víz alatti felvételeknél véletlenül bepárásodna, vagy valami ilyesmi, akkor ez már szedi össze. Van belőlük 2, 4, 5, 8, hát egy jó 10 pár darab van ezekből a kis lapocskákból. Ezt is teszem félre. Mik a következő? Hát tapadók, orongok, vagyis hát ilyen ragasztó korongok, látjátok 3M-es fajták, tehát ez biztos jó ragadnak. Valamint, tehát ezeket lehet ezekkel a tapadókkal ugye ráragasztani bármire, sisakra,
autó tetejére, bármire lehet rá ragasztani. És még mi ez? Mi ez? Ez mi lehet? Egy kis zacsi, valószínűleg a tripodot, meg a selfie botot lehet bele tenni még. Tehát ez van ebbe a felső részébe. Következő, ez már az alsó részét bontogatom, hogy mi van. Ez. Ez egy csuklópánt. Csuklónkra tudjuk a kamerát vele helyezni. Ez lehet, hogy a fejre való? Van egy csuklópánt is valahol. Mindegy. Vagy ez a csuklópánt, vagy a másik. Vagy van itt valahol. Nem, a másik itt a csuklópánt. Jó, oké. Okay. Ezzel a fejünkre tudjuk a kamerát rá tenni. Tehát sisak nélkül a fejünkre tudjuk, ez is ilyen gumis. És akkor a fejünkön, a hajunkon van a kamera ezzel. Na és akkor itt az a bizonyos csuklópánt. Csuklópánttal, tehát a csuklónkra illesszük a kamerát, és akkor úgy tudunk vele valamilyen felvételeket, jobbnál jobb felvételeket készíteni. Jó. Ez is valamilyen tartó. Fogalmam nincs. Tehát nem próbáltam ki őket még, tehát látjátok, most bontottam csak ki. Tehát így néz ki, ez is valamilyen tartó eszköz. Kezelési útmutató, vagyis nem kezelési útmutató, hanem itt egy bizonyos Lucas Parker megköszöni, hogy megvásároltuk az ő termékét, és akkor, hogy ha nagyon valamivel nem vagyunk elégedettek, vagy elégedett vagyunk, akkor közöljük már vele ezeket a dolgokat. Hát majd közlöm vele, ha oda jutok. Na, következő. Na, hát itt van aztán van minden, amint látjátok, különféle csatlakozók, karabinerek, biztonsági csavarok, stb. Tehát ez majd kelleni fog. Mi a következő, ami itt van a kezemben? Ez egy csat. Egy csat. Tehát megnyomom, elég nehezen nyílik, tehát ez jó erősen fog fogni. Ezt a kamerát ugye ide tesszük, és ezt bárhová föl tudjuk a ruhánkra mondjuk rá csatlakoztatni. Annyira nehezen fog, két ujjal alig bírom összenyomni. Tehát nagyon fog. Tehát ezzel tudjuk úgy a kamerát fölcsatlakoztatni bárhova a ruhánkra. Itt van még egy adag, ilyen karabiner, vagyis bocsánat, tartó. Ezt például a biciklire tudom csatlakoztatni vele a kamerát, és akkor itt még egy rakás, ilyen illeszték, stb., amire szükségem lehet. Ez egy természetesen a medvesség összeszedő cuccok. Na most, egy dolog az, amit fogalmam nincs, hogy micsoda, de gyanús, hogy ez is valami biciklire erősíthető dolog lehet. Állítható véggel, mint a selfie botnál, tehát bármilyen fogva állítható a dolog. És az utolsó dolog, ami itt van, ez ilyen tapadó korongos végű, amivel az akciókameránkat az autóra, vagy a külsejére, vagy a belső felére, valahova a szélvédőre tudjuk cuppantani, és mondjuk rá, mint hogy az a kamerát úgy használnánk, mint hogyha ez a dashcam lenne, tehát menetrögzítő kamera, igen, tehát úgy tudjuk használni. És akkor itt vannak, amint látjátok, tehát így néz ki belülről ez a szivacsos rész, amiben ugye tudjuk a magát a kamerát tartani. Ide tudjuk a magát a kamerát tenni a dobozában, tehát a vízhatlan dobozával együtt ide tudjuk tenni. Ide aksikat tudunk tenni, töltőt és különböző részeket még, amit majd útközben használni szeretnénk. Tehát ez maga az egész, ez is így kivehető, tehát a tisztítás szempontjából fontos, ugyebár, hogy ezt így kivehető, vagy ha nem tetszik az elrendezés, akkor fordítva is beletehetjük, ugye? De egyelőre tetszeni fog valószínűleg. Így is. Na most, ajánlom mindenkinek, tehát ennyi pénzért, ha valamilyen akciókamera felszerelést akartok venni kezdőknek, mint ahogy én is vagyok, szerintem tökéletes lesz. Ha véletlenül valami nem tetszik, hát majd veszik más dolgokat. Tehát nem olyan drágák ezek az akciókamera felszerelések. Úgyhogy szerintem minden oké ebben. A szettel, hogy úgy mondjam. Tehát amilyen áron ezt meg lehet venni, szerintem minden a legnagyobb rendben vele. Köszönöm szépen, hogy megnézted a videómat. Lájkold a videómat, és lájkold
kövess engem a Facebookon is, ugye a Lőrik Lajos csatornát. Úgyhogy köszönjük szépen Leonnal együtt, hogy megnézted ezt a videót. Igen. Sziasztok! Sziasztok!